ahogy így hallgatlak, az merült fel bennem, hogy, hogy tudsz-e a nagyság, vagy az áldozati lét, vagy a, amiről beszélünk, annak a művészeten kívüli megnyilvánulási formájáról. Tehát annyira művészetre fókuszál az, amit mondasz, hogy, hogy ez merült fel bennem, hogy ez az egyetlen megnyilvánulási módja. Nem, egyáltalán nem. Nem, csak a, hát a művészet ugye nagyon szem előtt van. Nem, a hétköznapi élet, mit tudom, akkor, amikor a 60-as évek második fel, 70-es évek első fel, amikor én a legvándorlósabb éveimet éltem, 3-4-5 havonta változtatva ezen a kis Magyarországon a helyemet, és hát nagyjából monoton formában mindig a társadalomnak a legalján helyezkedtem el, akkor számtalan olyan rendkívül intelligens, abszolút érzékeny, és a világnak ezt a fajta őrületét nagyon világosan tapasztaló, és ennek formát adni is képes alakkal hozott összehasonlós, akik egyáltalán nem voltak művészek, és nem is lettek, azok föl sem merülhetett, hogy ők valahogy is megpróbálják ezt. Nagyon ritka esetben szerencsés annyira egy ember, hogy megtalálja maga zongoráját, amit aztán mint ahogy Munk például élete utolsóit. Kevés szó esett a Munkról, mindig átértem ilyen általánosság felé, de még annyit, hogy talán ez nem derült ki önöknek világosan a filmből. Itt volt egy érdekes magyar vonatkozás. Nem tudom, hogy felfigyeltek-e, hogy az a Pannonika, de Königswalter nevű baronesz, az nem véletlenül Pannonika, az a bizonyos Rothschild hölgy, aki itt a végén, mint egy ilyen mentor. Ilyen. Ez nagyon érdekes alakja a Rothschildoknak. Az angyal tudnék egy magyar volt, és az apapa, az angyal, az valami, azt hiszem Zsófia, és szintén arisztokrata családból, vagy arisztokrata címet szerző családból származik. És a papa nevezte el aztán a gyereket ennek a feleségnek, az első feleségnek, vagy nem tudom, hanyadik volt minden esetre, az ő emlékére, Pannonikának, szóval ezt ő gyártott, ezt a nevet, és ebből lett a Nika, a baronesz Nika. Ez egy egész különleges billionaire volt, mint ahogy a Monk mondja. A jazz volt az őrülete, és hát azt hiszem a drogban utazott ő is erősen. Mint ahogy az egész amerikai jazz ettől a korszaktól kezdve máig az itt említett és mutatott Vanguard nevű hely, ami a mai napig megvan Chelsea-ben. Én most nyáron jártam ott, egy fantasztikus jazz koncertet láttam. Létezik még ma is, és ugyanabban úszik, és kicsit olyan, mint a bankvilág. Szóval a Wall Streetről átmenni az 52. utcába, vagy ide. Az 52. utca volt hagyományosan ugye a Bebopnak a nagy helye, vagy hát ide a Vanguard és az ehhez hasonló nagy helyekre. Ezen a két helyen, ahol a világ financiális és a világ érzelmi, mentális irányítása zajlott, ezen a két helyen tulajdonképpen a heroin volt az úr. Tehát magyarul a világot a heroin irányította, a kokainnal kiegészítve attól függ, hogy ment a financoknak, illetve a művészeknek. Említetted a vándorlásaidat, illetve a helyváltoztatásaidat, hogy a nem vagy egy nosztalgikus alkat, de azért azt megkérdezném, hogy a folyamatában látsz hagyatlás történetet a életed helyszínei, hogyha végignézel, tehát a közegben, vagy pedig hogy tűnik-e számodra fel, hogy merre felé, halad-e valamerre? Amikor a Keresztúri Tibor kérdez, mindig tudja a választ, és nekem mindig előre ki kell találnom, hogy vajon mi lehet a válasz, de most ebben a pillanatban nem tudom. Segíts még! Még segíts! Az iránt érdeklődnék, hogy mikor láttad reménytelenek a helyzetet. Ja, értem, mert a kérdésed megfogalmazásai bonyolultabbnak tűnt. Azt, hát, hogy mikor? Hát...
Hát a saját személyes helyzetemről van szó, vagy a... Magyarország. Hát ez két nagyon különböző dolog. Az én helyzetem, mert összesen tudom, most, a mostani helyzetemet hasonlítani azzal, ami a 60-as években éltem. Én tök nyomorban éltem, de nem zavart. Tehát én választott módon éltem tök nyomorban. Vagy hogy is mondjam. Elképzelhetetlen volt számomra, hogy másképp éljek, vagy más körülmények között éljek. Mert egyszerűen nem... Tehát én a 60-as évek második felében, 70-es évek elején, ettől a közepéig, mondjuk a 70-es években, biztos, hogy a lábam se tettem, de nem is nagyon tehettem volna mondjuk a Vörös Marti cukrászdába, vagy a Művész kávézóba. Ez kizárt, már egyszerűen a ruhám olyan volt, egy rettenetes külsőm, hát egy ilyen segédmunkás, aki néha paraszti munkát is végez, nagyjából úgy öltöztem, és úgy is néztem ki. Nem vágytam, és nem idegen volt nekem. Nem gyűlöltem, szó nincs róla. Csak annyira távoli volt, idegen volt. Ehhez képest most nem azt akarom mondani, hogy a napjaimat a Vörös Marti cukrászdában és a Művészben töltöm. De most már egyszerűen nekem teljesen mindegy, hogy a Vörös Marti cukrászdába megyek be, vagy a Kissárosba, mit tudom, Tapolca mellett. Mind a kettőben bemegyek, anélkül, hogy különösebb azt érezném, hogy máshol vagyok. Azt látom, hogy az emberek másképp öltöznek, és mások látszólag a gondjaik. De nem jelent semmit a személyes sorsom, mondom, viszont teljesen más. És egyszerűen azért, mert kibe járok különböző világokba, akkor meg csak egyféle világba jártam ide-oda. Tudod, szóval az olyan volt, mintha egy szobába éltem volna, ablaktól ajtóig, ablaktól ajtóig, leföl, mint Raskolnikov vagy gyilkosság előtt. Így töltöttem éveket. Iszonyú sokat gyalogoltam egy szobában, iszonyú sokat, kilométereket, 10 kilométereket, nem tudom megmondani. Most eleve nem is tudok egy betegség miatt gyalogolni, úgyhogy ez már például óriási változás. Plusz inkább ülök, mint akinek az emlékei teljesen elvesztek, és próbálok nem szembenézni azzal, hogy meg fogok bolondulni csendesen, nem így, mint Monk. Nem sok házkapat nálok már, de még azért azt megkérdezem, elég sokat beszélgettünk ahhoz, hogy tudjam pontosan, hogy egy nagyon szimpatikus módon egységbe látod, tehát nem ilyen művészeti ágak szerint gondolod el, hogy most a példáid is írók, zenészek, festők, hogy mit hozott neked a pályádba, tehát a filmmel való kapcsolatban, ugye a Talpérával való kapcsolatban. Egyáltalán a film, ez egy másik művészeti ághoz való bensőséges viszony, az íróként hozott-e, járt-e, és miféle tapasztalatokkal? Íróként semmilyen. Hozzátett valamit inkább ahhoz a tárgyhoz, ami a figyelőm tárgya volt, de egyáltalán nem befolyásolt. Nagyon más műfajnak éreztem, hát mindig is irtóztam tőle. Ez volt az egyik az irodalomtól, meg azért nem nagyon irtóztam, nem igen emlékszem olyasmire. A filmtől, a kezdettől egészen a befejezésig valami rettentő mély visszorigás távolított el. Valahogy milyen mondén léha társaságban éreztem magam, nagyba idején. Szóval kicsit úgy képzeljék el a filmmel való viszonyt, hogy független attól, hogy Tar 85 előtti filmjeit nagyra tartottam, és nagyon is tartom, különösen nagyra a Szabad Gyalog című filmjét, amivel engem levett a lábamról, attól függetlenül, hogy egy idő után, tehát mondjuk a Sátán, vagy a Kározat után, inkább Sátántangó előtt, a Kározat után körülbelül, tulajdonképpen már kezdtem világosan látni a szerepem, és ezt elfogadni, hogy tudnék olyan nagy tehetségű filmi alkotóról van szó,
akinek segíteni, hogy a lehető legfantasztikusabb formáját fussa, az tulajdonképpen hát megtiszteltetés. Bizonyos értelemben igen, én fölnézek arra, hogy abból az anyagból, aki ő, abból a világból, amelyik az övé, abból a nézetből, amelyik az övé, mégis mindenek ellenére egy ilyen fantasztikus filmi univerzumot tudott teremteni, hát egyszerűen ezt egyszerűen minden magyarnak, úgy érzem, minden magyarországinak, már bocsánat, minden magyarországinak hát csak tisztelni lehet, és tisztelettel gondolni rá. Ez egy nagy életmű a Tari. Ez ebben részt venni, mint egyfajta inspirátor, segítő, barát, gondolkodó, aki orientálja őt, vagy nem tudom, amiben lehet. Hát ez a része. Most ettől függetlenül a filmhez való viszonyom, mondom, mindig nagyon problematikus volt. Persze az ifjúkoromban, kamaszkoromban volt egy korszak, amikor pontosan olyan rangon néztem a filmeket, mint amilyen rangon olvastam a könyveket. Tehát mondjuk, amikor Tarkovszkijtól, nem is tudom, a korai Fellinig, Cassavetestől, mit tudom én kiig, Ozuig, én is hát el voltam kábulva, és hát nagyon komolyan vettem, és tisztelettel figyeltem munkásságon. De aztán ugye, amikor elértem a 30. életével, csak mondtam egy számot, szóval ez nem konkrétan 30, de úgy egy idő után, és hát főleg attól kezdve megismertem a filmkészítésnek egyfajta csinyát, attól kezdve aztán teljesen és radikálisan elfordultam a filmtől, és nem tekintem a 7. művészeti ágnak. Végezetül vannak-e, léteznek-e, és miféle, és milyen távú terveid? Ja, hát ülök egy ilyen fotelben, nagyjából ilyenben, pokrócokkal, és próbálok előrehajolni, de már vagy a hasam nem engedi, vagy a hátam nem engedi, és próbálok előrehajolni, mert látom, hogy ott van néhány ilyen cserép, egy emlék, töredék, cserepek körülöttem, és azok felé próbálok nyúlni, tehát nagyjából ez az, ami még vár rám. Hogy ez a mozdulat. Igen, de sose érek el, nem tudok rá. Hát köszönöm szépen.